Köszöntöm nézőinket! Önök a Tornatáj televízió híradóját látják. Eperjesi Tímea vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Beruházás. Új terménytisztító és szárító üzemmel bővült a Dunaföldvári cég. Első lépések. Elkezdődött a tolnai holttágrendszer rehabilitálása. Mesefesztivál. Sajtótájékoztatót tartottak Szekszárdon. Rétes Fesztivál. 14 éve kínálják a finomságokat Bátaszéken. Átadták a mezőgazdasági termeléshez szükséges input anyagok forgalmazásával foglalkozó Goof Hungary Kft. Dunaföldvári telephelyének terménytisztító és szárító üzemét. A fejlesztés 2,3 milliárd forintos beruházás keretében valósult meg. Az idén 20 éves Goof Kft. A kerek évfordulót jelentős fejlesztésekkel ünnepelheti. Ezek 50% állami támogatással összesen 2,3 milliárd forint értékben, három csoportban, kettő helyszínen valósultak meg. Az egyik helyszín ez a tároló és szárító kapacitás, ami mögöttem van, ez egy 40 tonna per órás szárítóberendezés, ami teljesen megújuló energiával működik. Úgy, olyannyira, hogy gázcsonkunk sincs, és egy 5000 tonnás tároló bővítést hajtottunk végre, így elérte ez a telephely a 60 ezer tonna tároló kapacitást. Jelen pillanatban malomnak a feldolgozó kapacitása az 45-50 ezer tonna per éves mennyiséggel van, és hát a Rejterköz 9 a malom épületén és a malom technológiájában valósult meg fejlesztés, szitaoszlopok, mérő berendezések. Az újítások számos pozitív változást hoznak, például az energiahatékonyság tekintetében is. Ezzel a szárítóval gyakorlatilag bár abban az időjárási környezetben, amikor a kombályok már tudnak működni, mi azonnal tudjuk fogadni az árut, és hát reméljük, hogy az időjárás, ha olyanra fordul, akkor is sokkal több terméket tudunk megmenteni megfelelő minőségben. A vállalkozás a környékbeli termelőknek biztos felvásárlási pontot nyújt, mondta Lengyel Tamás, malomigazgató. Jelenleg is közel 45 ezer tonna, 45-50 ezer tonna búzát felelünk egy évben, viszont a termelők sok esetben azzal a problémával találkoztak, hogy nem tudták megfelelően tárolni, azért mert nem volt megfelelő hely, ahol le tudták volna tárolni a terményüket. Azzal, hogy mi terménytároló helyet biztosítunk nekik, felvásárlási pontot biztosítunk nekik, és a későbbiekben egy szoros együttműködést szeretnénk kialakítani, ami arra szolgál, hogy vetőmagot, műtrágyát és inputanyagot is biztosítsunk. Az átadó ünnepségen felszólalt Nagy István agrárminiszter, aki beszélt a mezőgazdasági piac nehézségeiről és annak okairól. Úgy fogalmazott, ha meg tudjuk oldani azt, hogy a hozzáadott érték és a feldolgozottsági szint több legyen, akkor a jövedelmezősége is több a gazdatársadalomnak. Ez a beruházás is pontosan ezt szimbolizálja. Mert termelni tudunk, termőhelyi adottságaink megvannak. Na akkor hogyan tudjuk emelni a feldolgozottság szintjét? És ezért jó a mai nap, ezért kiváló példa a mai nap, mert a válasz itt van előttünk. Ez a válasz. Szárítókapacitás, modern tárolókapacitás, modern feldolgozókapacitás. Süli János, a térség országgyűlési képviselője az innováció fontosságáról beszélt. Arra tényleg vigyázni kell, hogy a világ tőlünk függetlenül néha segít, néha nem segít, de aki okos, az különböző eszközökkel és jó kollektív vával együtt túl van minden ilyen krízis helyzeten. A vállalkozás vezetői remélik, hogy a következő időszakban is hasonló volumenű fejlesztéseket tudnak majd végrehajtani. A tolnaiak célja megőrizni a holtágaikat, melyek nem csak a város lakóit, hanem az egész térséget is szolgálják. Az elmúlt években sokat dolgoztak azért, hogy elinduljon a rehabilitáció a rosszabb állapotban lévő területeken. Ez a legnagyobb holtágrendszer Magyarországon. Számos gazdasági és társadalmi funkciója van. Természeti érték és hosszú évek alatt beépült a tolnai emberek kultúrájába is.
Berta Zoltán Tonna alpolgármestere beszélt erről részletesen. Mint a hajózás, a kereskedelem, a hajómalmok, a halászat, és ugye az 1800-as évek közepén kanyarok átvágásával ezek a mai holtágak lefűződtek, az élő-dunai kapcsolat megszűnt. De ettől továbbra is óriási hatása van a környékbeli emberek életére, gazdálkodásra, illetve a mindennapjainkra. Fontos megóvni, ápolni, gondozni a területet, hogy a jövőben is hasznát vehessük. Márpedig már most a mederfelvételnél is kaptuk azt az információt, hogy bizony vannak olyan szakaszai a holtágnak, amelyek a végórájában vannak, teljesen feliszapolódott, elláposodott, akkor gyakorlatilag pár évtized múlva nem beszélhetünk egy ilyen kiterjedt, egybefüggő holtágrendszerről. Most egy nagy lépés történt, a tónai, északi és a déli holtág tekintetében megindult a medernek a rehabilitációjára vonatkozó tervezési folyamat, a meder felvétellel, iszap felmétellel, tehát iszap mélységméréssel, iszap összetételméréssel. Palotásnyi Kővári Terézia építőmérnök a tervezést megalapozó felmérések utáni feladatokat részletezte. Van lehetőség az iszap mennyiségének meghatározására, és az iszap kihelyezéshez szükséges helyszínek kiválasztására, és azok geodéziai és talajmechanikai bemérésére. Ezen kívül a Tónai Önkormányzat közreműködésével, mivel a holtág felületének nagy részén ő a tulajdonos, fog megvalósulni partvédelmi művek kiépítése, amelyek mögé is tervezünk iszap elhelyezést megvalósítani. Ez a facülöpös partvédő mű hasonló kialakítású lenne, mint ami már elkészült a Tolnai Szabadidőparkban. Szente Károly kivitelező beszélt nekünk az iszap más területen való felhasználásának előnyeiről. A vizsgálatok fogják majd kimutatni azt, az eredménye, laborvizsgálatok, hogy ez az iszap milyen összetételű, milyen anyagokat tartalmaz. Nagy valószínűséggel ezek nagyon jó tápanyagot képeznek, akár az erdőterületre kihelyezve, de akár a szántóterületekre is. Most, amikor erről beszélünk, akkor mi már megkerestük egyrészt az Agrárkamarát a szántóterületekkel kapcsolatban, illetve a Gemenc ZRT-t pedig az erdőterületekkel kapcsolatban. Ezek még csak az első lépései egy hosszú folyamatnak, de a közreműködők bíznak benne, hogy elérik céljukat, és kitartóan dolgoznak a rendszerért. Várhatóan 2025. februárjában érnek véget a munkálatok. A rendőrök 2133 alkalommal állapítottak meg jogsértést a múlt heti Roadpol országos akcióban, amelynek során tehergépkocsikat és autóbuszokat ellenőriztek Magyarország közútjain. Az összegzés szerint a rendőrök 6553 tehergépkocsit és 485 autóbuszt ellenőriztek, és 2133 alkalommal állapítottak meg jogsértést. Azonnali közlekedési korlátozás 11 tehergépkocsi és 2 busz esetében rendeltek el. 7 esetben merült fel alkoholfogyasztás gyanúja, 561 alkalommal nem használtak biztonsági övet, passzív biztonsági eszközt, valamint 482 jármű vezetője túllépte a megengedett legnagyobb sebességet. Átvette a kivitelező a munkaterületet, így kezdetét veszi a felújítás Dunakömlődön. 3 méter szélességben és 400 méter hosszúságban megújul a Radnóti Miklós utca előregedett szakasza. A kivitelező vállalta a csapadékvíz elvezetésének megoldását és a kocsibeállók átalakítását is. A felújítás a szerződésben foglaltak szerint ez év októberéig befejeződik. Évelején hirdetett rajzpályázatot a Tolna Vármegyei Baleset Megelőzési Bizottság Így közlekedtek ti címmel óvodásoknak, alsós és felső tagozatos diákoknak. A pályamunkáknak a biztonságos közlekedést kellett bemutatniuk. A gyerekek tetszőleges technikák használatával készíthették el alkotásaikat. A meghirdetett pályázatra több mint 100 rajzott festményt küldtek a Vármegye számos pontjáról, melyeket szakmai zsűri bírált el. A Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ sajtótájékoztatót tartott a Hári János Mesefesztiválról. A város a hétvégére a gyermekeké lesz. Az idei eseményen az állatmesék kapják a főszerepet.
Szekszárd megyei jogú város önkormányzatának támogatásával és szervezésével jött létre a rendezvény. Gyurkovics János alpolgármester elmondta, 5 év után újra lehetőség nyílt a Mesefesztivál lebonyolítására. Mivel nagyon sikeres volt a legutolsó is, és hát úgy döntött a város és a Babits Művelődési Központ, hogy ismételten legyen megrendezve. Hát itt a sajtótájékoztatón hallottuk, hogy nagyon-nagyon sok programmal, és hát itt említettük is, hogy egyikből ki a másikba be, gyakorlatilag a Pünkösdi Fesztiválnak a idézőjelbe tart, mondva legnagyobb tisztelettel a romeltakarítás, és készülünk a jövő hét, vagy hát a most a hétvégi Mesefesztiválra is tartalmas szórakozási lehetőséget biztosítanak itt a családoknak, gyerekeknek. Én örülök neki. Berlinger Attila, a Kulturális Központ ügyvezető igazgatója számolt be a programokról. A Hári János Mesefesztivál hagyományosan mindig a gyermeknap köré települ. Egy kétnapos, hétvégi, nagyon gazdag programkínálat fogja várni az ide látogatókat. Több mint 30 programelem a Babits Mihály Kulturális Központ környékén, a 160 lakásos előtti megújult téren, a Művészetek Háza előtt, a Vosinski Múzeum és a négysávos út közötti füves területeken, akik emlékeznek hosszú évekkel ezelőtt, nagyjából ugyanazon a területen belül valósulhatnak meg. Színházi előadásokkal és programokkal is várják az érdeklődőket. Kicsi Gesztenye Klub újra érkezik Liza születésnapjával, de azt hiszem, aki a szabadtéri programokon részt vesz, az este szombaton egy olyan csodát láthat majd, ami szívünkhez nagyon közel álló. Egy rajzpályázatot írtunk ki korábban, idén a tematika a mese állatmesék köré települ. Rengeteg iskola, rengeteg nem csak szekszárdi, hanem környező településekről beérkező pályaművet is értékeltünk, és este 8:30-kor a Művészetek Háza falán ezek a rajzok, ezek a pályaművek megelevelednek egy fényfestés kapcsán. Azt is meg tudták oldani kiváló kollégáim, hogy a most napokban zajló 53. Tolna vármegyei rajzpályázat díjnyertes pályamunkái is kivetítésre kerülnek, úgyhogy minden családot és minden résztvevő gyermeket, felkészítő pedagógust várunk erre az esti eseményre. Az Ugrálóvárak és a Kicsi Gesztenye Klub programja díj, illetve belépő megfizetésével látogatható. Minden további előadás és produkció ingyenes. A közlekedés zavartalansága érdekében az utakat nem fogják lezárni. Május 26-án vasárnap koszorúzással tisztelegnek a Magyar Hősök Emléknapja alkalmából. Bűnmegelőzési előadást tartottak Bonyhádon. A bonyhádi rendőrkapitányság szakemberei a Matrix projekt keretében jártak május 21-én délután a helyi Vörös Marti Mihály Művelődési Központban. A programon a meghívott vendégek, többek között a Bonyhádi Városi Klub tagjai és más érdeklődők összesen 78-an vettek részt. Az előadáson szó volt a romantikus csalásokról és az applikációk letöltésének veszélyeiről, bemutatták a különböző adathalász módszereket és ismertették a banki szolgáltatókra hivatkozó hívások veszélyeit, végül pedig felhívták a figyelmet az újabban megjelenő kibernetikai támadásokra is. A második helyet szerezte meg a Dombovári I. és Gyula Gimnázium 3. korcsoportos leányröplabda csapata a Kaposváron megrendezésre kerülő országos elődöntőben. A dombováriak a kaposvári iskola csapatától kaptak ki, így másodikok lettek, ezáltal, bár a nagy döntőben nem jutottak tovább, így is az I. és Gyula Gimnázium röplabda történetének legjobb eredményét érték el. Az Egyesült Arab Emírségekben, Abu Dhabiban rendezték az olimpiai játékokat megelőző utolsó nagy megmérettetést, a felnőtt judó világbajnokságot. Az atomerőmű ESE versenyzője, Pupréka, a tavalyi évhez hasonlóan idén is az 5. helyet szerezte meg a rangos eseményen, ezzel megszilárdítva pozícióját az olimpiai pontversenyben, így pedig a párizsi játékokon a VB-hez hasonlóan kiemelt pozícióból kezdheti meg a küzdelmeket. 2010 óta rendezi meg Bátaszéken a Német Nemzetiségű Egyesület a Rétes Fesztivált Pünköstkor, ami évről évre nagy sikert arat, hiszen remek lehetőséget nyújt a helyieknek közös élmény szerzésre, és természetesen a finomabbnál finomabb sütemények megkóstolására is. Bátaszéken immár hagyomány a helyi németség szervezésében és az önkormányzat támogatásával a Rétes Fesztivál. Hát ez a rendezvényünk tulajdonképpen 2010-re nyúlik vissza, amikor az elsőt rendeztük, és azóta is, hát helyek közel ugye járvány meg stb. Közbeszólt,
De igen, a szombati napon akkor összegyűltünk, mivel most már van német házunk, ahol meg tudjuk csinálni, nem kell a házaknál az asszonyoknak nyújtani a rétest, és nagyon szép számmal jöttünk össze, és ott egy jó hangulatú napot, fárasztó napot töltöttünk el együtt, hogy elkészüljenek a réteseink. Ami a piactérre érkező vendégeknek felhőtlen kikapcsolódás, az a szervezőknek több napos munkát jelentett. Ez nálunk háromnapos ünnep. Már ami a munkát illeti, úgy háromnapos, ugyanis, mint Bori elmondta, hogy tegnapi napon már mintegy 25 fővel húztuk, nyújtottuk a rétest a német házban. De hát természetesen ez nem a pünkösdi fesztiválnak a ünnepi része. Mai napon egy német-magyar vegyes misével kezdtük az ünnepség sorozatot a mellettünk levő Nagyboldogasszony templomban. Aztán, ahogy kijöttünk a templomból, mentünk az iskolaebédlőbe, ott sütötték ki a réteseinket. Aztán jöttek újra az asszonyaink összevágni a rétest, és 13:30-tól pedig így hordjuk ki a térre. Ahány ház annyi szokás, és ugyanannyiféle töltelékkel készültek a sós és édes finomságok. Amióta létezik a Bátaszéki Pünkösdi Rétes Fesztivál, a felvidék népcsoport részt vesz a rendezvényen. Ugye itt a Covid alatt, illetve az elmúlt évben nem volt, vagy nem oly formán volt megrendezve az esemény, hogy kijöjjünk árusítani, mint népcsoport. De idén nagy örömünkre újra kijöhettünk, és a finom réteseinket kínálhatjuk, árulhatjuk a megjelenteknek. Nálunk mindenki otthon készíti el a rétesét, és úgy hordjuk össze. Tehát az anyukák, nagymamák otthon elkészítik, és különböző ízesítésű réteseket lehet nálunk fogyasztani. A helyi svábok és a felvidékiek saját készítésű süteményeik néhány óra alatt mind elfogytak. A régió híreivel folytatjuk. Zöldsziget Harkány szívében átadták a megújult arborétumot. Szezon. Háromnapos pünkösdi programsorozattal indított Siófok. Jubilált a Misina Néptánc Együttes és Táncszínház. Jubileumi előadás Pécsen. Tanösvény, pihenőszigetek, megújult járdák, növényállomány. Újra látogatható a Harkányi Arborétum hivatalosan szombattól. A terület már évek óta elhanyagoltan állt a város központjában, a fürdőtől nem messze. Egy pályázatnak köszönhetően mostantól új életre kelt a 60 éve létrehozott arborétum. Erdészek Kürtje jelezte szombaton, hogy ünnepi keretek között adják át Harkány legújabb fejlesztését. A keresőbe beírva azt az információt látjuk a neten, végleg bezárt, ha a város arborétumáról akarunk többet megtudni. Ez hétvégétől megváltozott. Az arborétum nem hogy bezárt, hanem megújult. Azt is mondhatjuk, hogy a múlt, a jelen és a jövő is találkozik, hiszen sikerült megőrizni azokat a nagyon szép fákat, amelyek évtizedekkel ezelőtt hajtottak ki, és egy egészen speciális, a térségre jellemző növényvilág is jelen van, úgyhogy azon a tanösvényen is nagyon tanúságos végmenni, amelyet most itt kialakítottak. Mindezzel együtt a projekt részét képezte az is, hogy egyfajta pihenő park alakították, új padok, utcabútorok, játszótér került kialakítása. Mindez az élhető település pályázati felhívásáról a Baranya Vármegyei Önkormányzatnak. Ennek a pályázatnak a célja az volt, hogy a városi környezetben támogassa a zöld területek kialakítását, vagy az egykori ilyen területek megújítását. A Harkányi Arborétum már évek óta leromlott állapotban, valódi hasznosítás és funkció nélküli zöld területként állt a város belterületén a fürdőhöz közel. Folyamatosan kerestük a lehetőségeket, hogy hogyan lehet ezt a parkot felújítani. Kapóra jött, hogy a TOP Plus programból a Baranya Vármegyei pályázatok körében volt erre lehetőség, és a Vármegyei Önkormányzattal közös projektben ezt el tudtuk készíteni, ezt a pályázatot beadni és megnyerni, az eredmény pedig itt látható.
A növényállomány újratelepítésével, a kidőlt, kiszáradt fák eltávolításával kezdődött a munka, majd a régi utak, járdák visszaállítása következett. 60 év az nagy idő, megváltoztak az igények a ide érkező turisták és a lakosság részéről, tehát vannak olyan új dolgok, mint például a tanösvény, ami megjelent a parkerdőkben, az erdőkben, itt az arborétumban is szintén megtalálható, mint projektelem, vagy mint attrakció, és számos olyan pihenő tér került kialakításra, ahol az ide érkezők kicsit hűsülni tudnak, felfrissülni és megpihenni. Lili Tündér tanösvénye, így nevezték el az új attrakciót a Harkányi Arborétumban. A terület megújítására 200 milliót nyert el a város. A szombati átadón kopjafát is avattak, amely az eredeti arborétum kitalálójának, megalkotójának, Túrós László erdőmérnöknek állít emléket. Háromnapos pünkösdi programsorozattal nyitotta meg a szezon Siófok. A fő helyszín idén a plázs és a nagystrand volt. A helyiek azt remélik, hogy idén is sikeres nyarat zárhat a város és a Balaton térsége. Kulturális programokkal nyitotta meg a pünkösdi hosszú hétvégét és a szezon Siófok. A rendezvények főhelyszíne ezúttal a plázs és a nagy strand volt. A helyi csoportok mellett Somogyból és a Vármegye határon túlról is érkeztek fellépők. A siófoki szezonnyitón a balatoni város testvértelepüléseinek képviselői is részt vettek. Az eseményen adták át a Varga Imre művészeti díjat, amelyet idén Teleki Miklós orgona és zongora művész vehetett át. A Siófok turizmusáért elismerést a Kálmán Imre Művelődési Központ Kálmán Imre szabadtéri színpadnak ítélték oda. Én azt hiszem, hogy egyre meghatározóbb szerepe van a szabadtéri színpadnak, a turizmus, tehát a vonzereje egyre nagyobb. Például azt mondhatom, hogy tavaly hát közel majdnem minden előadás teltházas volt. Tehát Siófok újra visszakapta azt a rangját, kulturális rangját, amit megérdemel. Mint azt Lengyel Róbert polgármester elmondta, a város felkészült a nyárra. Aki Siófokot választja, abban a szerencsés helyzetben van, hogy egész nyáron városi programokon is részt vehet, a szabadtéri színpadon is kiemelkedően jó programokkal készülünk az idén, és hát itt a plázs. A plázs, illetőleg a város együttműködve azt gondolom csodákra képes. Nyáron Siófok több helyszínén várják rendszeresen kulturális programok, koncertek, színházi előadások a közönséget. 20 éves a Misina Néptánc Együttes és Táncszínház. A 2004-ben alakult egyesület célja a folklór értékeinek megőrzése, népszerűsítése. A jubileum alkalmából nagyszabású előadó estet rendeztek a Pécsi Nemzeti Színházban. A két részes program során Petőfi születésének 200. évfordulójáról is megemlékeztek. Zsúfolásig megtelt a Pécsi Nemzeti Színház nézőtere a Misina Néptánc Együttes és Táncszínház 20 éves jubileumi előadására. Mintegy 200 táncos lépett fel különböző korcsoportokban. A 20 évből 17-et itt táncolt Zsbán Máté is, ma már táncoktatói végzettsége van, egyébként meg középiskolai magyar énekzene szakos tanár lett belőle. 2007 óta táncol a Misina Néptánc Együttes és Táncszínháznál. Táncot oktat a Csikó csoportban kicsiknek és koreografál is az együttesben. Tart engem ebben az együttesben, a zene szeretete, a tánc szeretete, de talán ami a legfontosabb nálunk, az a közösség. Mi nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy ez a közösség tényleg minél összetartóbb legyen, és azt hiszem, bízom benne, hogy ez a fellépéseinken is érezhető. Nagyon fontos az, hogy a csapat tagjai jól ismerjék egymást, szeressék egymást, és így tartja össze a tánc ezt a közösséget. Nehéz, de felemelő egy ekkora több évtizedet felülelő rendezvény szervezése. Régi, ma már nem aktív táncosok azonnal vállalták a próbákat a jubileumra való sikeres fellépés érdekében, mondta Gálber Attila, az együttes vezetője. Az egész Kárpát-medence magyar lakta területeinek a tánchagyományát sikerült megelevenítenünk a 20 év alatt, viszont az együttesnek van egy másik vonala is, a táncszínházi oldal, és ez a kettőféle alkotó munka, tehát az autentikus folklór koreográfiák, illetve a
táncszínházi vonal, ez mindig párhuzamosan futott a Misinában. Úgyhogy tulajdonképpen, ha az autentikus folklort nézzük, akkor gyakorlatilag valamennyi magyar lakterületnek a táncaiba már elmerültünk, megmerültünk, megmutattuk a közönségnek, de emellett olyan táncszínházi alkotásokat is hoztunk létre, amik olyan üzenettel, olyan gondolatisággal bírnak, ami után a néző úgy ment ki a színházból, hogy hát gondolkodni valót is kapott arra az estére. A két részes program során Petőfi születésének 200 éves évfordulójáról is megemlékeztek. A Sorscsillag című több generációs táncjátékot adták elő az együttes tagjai. Két teljes előadást tartottak szombaton a Pécsi Nemzeti Színházban. Tekintsék meg Tolna vármegye híreit még egyszer röviden. Beruházás. Új terménytisztító és szárító üzemmel bővült a Dunaföldvári cég. Első lépések. Elkezdődött a tolnai holtágrendszer rehabilitálása. Mesefesztivál. Sajtótájékoztatót tartottak Szekszárdon. Rétes Fesztivál. 14 éve kínálják a finomságokat Bátaszéken. Csütörtökön gyenge, változó irányú légmozgás várható. Változó felhőzet mellett időszakos napsütés a legvalószínűbb. Elszórtan a délelőtti időszakban, kis számban, míg a délutáni időszakban, szerte az országban ismét sokfelé kialakulnak helyi záporok, zivatargócok. A késő délutáni időszakban ismét kedvezővé válhat a légkör viharas zivatargócok kipattanásához. Este még sokfelé lehetnek záporok, majd az éjszaka folyamán már lenyugszik a légkör. Friss hírekkel legközelebb csütörtök este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!